Szinte alig akadt szabad parkoló a Gyémántfürdő környékén, a létesítményben majdnem telt ház volt pénteken. A fürdő néhány hete munkába állt új igazgatóját először egy rövid bemutatkozásra kértük. Az előzmények azok a 2004-2005-ös évre tehetők. Akkor választottam a főiskolán a fürdőüzemeltetési szakmérnök szakirányt, és ahogy lediplomáztam, az Oroszlányi Városi Úszodának lettem a vezetője. Ott közel 4 évet dolgoztam, aztán átkerültem a Tatai Fényes Fürdő Kft.-re, mint ügyvezető igazgató. Ott ez múlt év szeptember 30-án járt le a mandátumom, és akkor utána vállaltam el a Gyémánt fürdő vezetését. Teljesen más jellegű fürdő, mint a Tatai Fényes, hiszen itt nem szezonális jelleggel működik, hanem itt az egész évben szolgáltatni kell, illetve ez egy viszonylag új fürdő, tehát 2009 májusában került átadásra, és úgy gondoltam, hogy elég komplex feladatkör, illetve elég nagy mélységek vannak ebben. A 100%-os önkormányzati tulajdonú fürdő irányába persze elvárásokat is megfogalmaz a tulajdonos. Konkrét elvárások nem szerepelnek, illetve 2009-ben ez a fürdő úgy nyitott, hogy ez Magyarország első családbarát fürdője. Ezt a szerepkört ezt szeretnénk mindenféleképpen megtartani, sőt, inkább fejleszteni is, hogy tényleg olyan családosokat, kisgyerekeseket tudjunk fogadni, akik itt jól érzik magukat, illetve megtalálják azt a szolgáltatási kört, amit egy normál wellness fürdőben nem. Az új év és az új vezetés új marketing stratégiát is hozott a Gyémánt fürdőbe. Szeretnénk nyitni a családok felé, hogy valójában családbarát fürdő legyen, ezért ebben a hónapban januártól már a családi belépőhöz is 2 felnőtt és 2 gyereknek a belépésére jogosultak az ide látogatók, és azt szeretnénk, hogyha nagyon sok családi rendezvény lenne, ahol tényleg a nagyszülők az unokákkal és a szülők a gyerekeikkel itt egész napos élményben részesülhetnek. Most a családi belépő Tatabánya kártyával 3960 forint, ez januárban. Hétköznap hétfőn nem vagyunk nyitva, hétköznap délután 12-től este 8-ig vagyunk nyitva, és hétvégén péntek, szombat, vasárnap reggel 9-től egészen este 8-ig van nyitva az élményfürdő, az úszoda az már nyitva van 5:30-tól.